nem azért mondom, gyerekek, 8:10, és már tele van a bolt. Úgyhogy harcra fel. Sziasztok! Hát nem volt egy egyszerű mutatvány, de mutatnám. Sikerült. Íme. Szóval megjártam a Rossmant, és azért el kell, hogy mondjam, nagyon durva volt. Tehát olyan brutális tömeg volt, 8:11-kor én már bent voltam az üzletbe. De az, hogy a kocsik nem voltak, tehát a bevásárlókocsik helyett, amiket eltettek nagyon ügyesen, csak kis kosarak voltak. Na most kis kosarakkal tolongjál, mint egy idióta, meg lerohad a kezed, mondjuk én 38 vagy 40 darab macska konzervet vettem, tehát nem tudom, hogy hogy gondolták, hogy majd én ezzel így végig rohangál az üzletbe, úgyhogy azt csináltam, hogy egyből oda mentem a cica kutya kajás pulthoz, bezsákoltam amennyi konzervet csak tudtam, és oda vittem a kasszáshölgyhöz, hogy most akkor én itt ezt le fogom rakni a lábához, mert ugye nem gondolják, hogy én ezt itt körbe fogom cipelni. Hát nem nagyon tetszett először, de aztán megbeszéltem a biztonságival, aki egy nagyon kedves hölgy volt egyébként, hogy persze nyugodtan csak hagyjam ott. Na, utána elindítottam a vásárlást, és azt kell mondjam, hogy most nagyon ügyesen vásároltam, mert én már itthon a matricákat, illetve ezeket a kuponokat kategorizáltam, és pontosan tudtam, ez a Rossmann, ahol voltam, ez a határúton a Fresnap melletti Rossmann, ugye mi itt lakunk a 18. kerületben, nekem ez volt közel, és úgy azért vizuálisan láttam, hogy a bolt az hogy is van, tehát így pontosan sorrendbe raktam, hogy most akkor miután mit fogok megvenni, vagy mit fogok megnézni. És most akkor megmutatom nektek végül is, hogy mit sikerült bezsákolnom. A végösszegből tulajdonképpen, és szerintem most nagyon-nagyon okosan és nagyon ügyesen vásároltam, 17.000 forintot tudtam spórolni. Azért gyerekek, mondjuk ez a sok macska kaja, szóval azért rendesen megdobta nekem itt a büdzsét, de nagyon ügyes voltam, és nagyon örülök azoknak a termékeknek, amiket sikerült végül olcsóban megvásárolni. Akkor most lássuk, hogy mik azok. Ugye azt már az előbb is mondtam, hogy vettem nagyon sok gurmé konzervet, mert ugye itt két cica van. Az egyik egyébként éppen ott figyel, és nézi. Hát nézte volna, hogy mit csinálok, de aztán kicsit szemérmes nem akart most szerepelni. Szóval ők kapták ezeket a cicakajákat. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon drága, tehát azért egy prémium kategóriás táp. 200 forint körül van mindenhol. Na most a Rossmannban 189 forintról volt 40%-kal árazva. Szóval olyan 100 forint körül meg tudtam szerezni. Közben mégis jött a kis nyafi cilú. Na, mondhatom tovább az ismerősöknek, követőknek, hogy miket vettem? Igen, kaptad a gurmét. Igen, igen. Na, megyünk tovább. Nagyon szeretem a Persilt. Nagyon jó árban volt, akciós volt, ugye természetesen. És én eddig a levendulásat vettem, és gondoltam, hogy kipróbálom most ezt. Járt is használom, nagyon megérte ebben a kuponnal. Őket vettem ugye ilyen tisztítószerek. Ami hajápolási dolog, a palette hajfesség, amit használok, ez az árnyalat, az R16-os, illetve az R15-ös. Na most azt kell mondjam, hogy én csak R15-öset akartam venni, de mivel ez a kettő volt, kénytelen voltam venni R16-ost is, majd fogom őket keverni, úgy is jött, tulajdonképpen így is szoktam használni. Nagyon szeretem ezt a Got to Be száraz sampont. Nem sűrűn használom, de ha használom, akkor ezt, úgyhogy egy darab elég volt, és mivel még van nekem ebből a Taft hajlakból, ezért vettem egyetlen egy darabot itt tartalékba. Nagyon szeretem a Palmolive tusfürdőket is, és különösen ez a kedvencem. Ebből vettem egyet, és ebből a kókuszosból, mert őt még nem ismertem igazság szerint, tehát ismertem, de nem használtam, ezért őt megvettem, és hát ő meg egy örök kedvenc, nagyon-nagyon szeretem ezt a cseresznyevirágosat. Amit még vettem,
Ugye most csak a rosszmarról van szó, mert még azért a DM-be át fogok menni, de nem ma. Amit még vettem, Elmex fogkrém, érzékenyek a fogaim, úgyhogy ezt a kettőt bezsákoltam. Amit a múltkor is vettem, és igazság szerint csak ezzel a glamúros kuponos akcióval szoktam venni, tehát a múltkor is a glamour napokon vettem, a Dr. Organicnak ezt a csiganyálas szemkörnyék ápoló szérumját. Csodákat zengtek róla, tulajdonképpen egy ilyen bioaktív csigagél szérum formájában. Én is azt tapasztaltam, hogy nagyon jó, úgyhogy mivel ez egy nagyon drága termék, úgy unblock, tehát ilyen 4000 forint körül van. Úgyhogy ebből 2000 forint lejött, úgyhogy mindenképpen ezt céltudatosan mentem ehhez a standhoz, hogy én ezt meg fogom venni, és elmondanám, 8 óra 11 perckor kettő darab volt, tehát az egyik nálam landolt. Amit még használok, és a Garnier-es kuponnal felhasználtam. Most nem volt szükségem se micellás vízre, se egyéb ilyen arcápoló dolgokra, mert majd a DM-be az 50%-os kupont szeretném felhasználni a Revitalift L'Oreal arckrémekre. Ezért a Garnier-től ezt az egyet vettem, ami most is van, de már gyakorlatilag majdnem teljesen elfogyott. Ezt a 3 az 1-ben ilyen agyagos, mélytisztító, mélytengeri arcpakolás, tisztít, hidratál, mélyreható, tehát én ezt nagyon szeretem. Igazság szerint, amikor fürödni szoktam, akkor egy ilyen maszkként fölteszem, és amíg végzek a fürdéssel, az eddig rajtam van, és utána leszoktam mosni. Állatira jó, nagyon-nagyon jó a bőrömnek, nagyon-nagyon szeretem. És ez is egyébként egy drágább termék, így akcióban nagyon jó volt. Sminktermékekre igazából nem volt szükségem, de amit nagyon szeretek, és az viszont már szinte teljesen elfogyott, és ezt most újra vettem, egy kicsit más a csomagolása különben, mint ami eddig volt, ez a Bourjois Matte 03-as bézs. Claire Light Beige árnyalatú matt alapozója. Én ezt nagyon szeretem, úgyhogy én ezt most újra vettem. Illetve ez most egy ilyen kipróbálás céljából a Maybellinnek egy olyan szem ceruzája gyakorlatilag, ami egy ilyen nagyon vastag hegyű, és a végén meg van egy ilyen elsatírozós puha szivacs. Én nem szoktam se tussal, se ceruzával kihúzni a szememet, nagyon nagy szemem van, és ha ezt most még plusz ott a szempilla tövébe elkezdem ott firkálni, hát szóval nem előnyös. Nekem ez nem áll jól, viszont szemhéjporral, mindenféle szemhéjporokkal, palettákkal, most utóbbi időben kell a púderes, illetve meg termékeket szoktam használni, úgy kiszoktam húzni, tehát úgy satírozom, de ki akartam próbálni, hogy ez milyen jó árba volt, 50% akció volt rajta, úgyhogy ezt most megvettem, egy olyan sötét barnás. Nekem ilyen zöldes barna szemem van, van amikor zöld, van amikor barna, úgyhogy szerintem ez jó lesz, ezt ma ki is fogom próbálni. És az utolsó két dolog, az meg a rimmeles kuponnal vettem egy ilyen fedőlakot, illetve egy körömápoló erősítő lakot, úgyhogy ezek lennének úgymond a smink szekció. Még a holnapi nap el fogok szaladni a DM-be, lehet, hogy még ma is belefér, mert ahova megyek, ott pont van egy DM, úgyhogy ha még időbe belefér, még elszaladok oda is, mert ezeket a Revitaliftes arckrémeket, illetve szérumokat a kuponokkal szeretném ott beváltani, úgyhogy azt még fel fogom venni, és utána megmutatom nektek, feltöltöm a videót, hogy én miket vásároltam. Szerintem nagyon ügyesen, nagyon okosan. Ti is legyetek résen, legyetek gyorsak, mert nagyon hamar fogy minden. Nagyon sokan vannak, tömeg van, készüljetek föl, ne öltözzetek melegen, mert leizzadtok. További szép napot nektek! Sziasztok! Sziasztok! Ígértem, hogy még visszatérek, amikor a DM-es glamour kuponos hadjáratomat is bevégeztem. Íme.
és nagyon-nagyon klassz dolgokat sikerült itt is beszereznem. Itt is úgy csináltam, hogy céltudatosan, abba a DM-be mentem, amiben mindig szoktam, pontosan tudtam, hogy melyik sorba, melyik terméket találom, melyiket szeretném megszerezni, melyikre van kuponom, és gyakorlatilag ma már semmi tömeggel nem találkoztam, és egy olyan 5-10 perc alatt sikerült mindent megvásárolnom. Úgyhogy most lássuk, hogy mik is azok a termékek. Látjátok, ezzel a vásárlással 13.534 kedvezményt kaptam. Tehát összesen 23.000 forint volt. Ezek most már egy kicsit drágább termékek, úgyhogy azért lett ennyire húzós a vége. Szeretném megmutatni, hogy mik azok. Amit mindenféleképpen be akartam szerezni, és igazság szerint nem szoktam ezért 5000 forintot kiadni, de Joy napokon, illetve Glamour napokon beszoktam egyet-egyet fektetni. Nagyon jó diadermin krémek, 3D ráncszalító hialurin, aktivátorral, nappali krém, 3D, fiatalos hatás, stb. Ugye én már 40 éves elmúltam picivel, úgyhogy nekem szükségem van ilyen dolgokra ahhoz, hogy ilyen fiatalos és szép legyen a bőröm. Őket megszereztem 50% kuponnal. Tudjátok, vagy nem tudjátok, de én nagyon szeretem a parfümöket, és én a Chloé-t használom most, álom, imádom ezt az illatot, mindenki megdicséri. De hetek óta szagolgatom ezeknek a Polis parfümöknek, hogy milyen illatuk van. És ez nekem nagyon-nagyon bejött, nagyon tetszik. Egyébként a kinézete is nagyon-nagyon vagány. 50%-kal úgy gondolom, hogy ezt most be lehetett investálni. Úgyhogy ő is jött velem. Nagyon szeretem a Himalája termékeket, most is használok, bőrradírt is, és aszlemosót is. Ezt pont, ezt a mandarinos narancsos pórus összehúzó aszlemosó gél, kombinált és zsíros bőrre, ez nekem nincs meg. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt én most kipróbálom, nagyon szeretem ezt a termékcsaládot, úgyhogy én ezt megvettem, és vettem hozzá szintén egy minden bőrtípusra ajánlott gyengén radírozó aszlemosót. Ezeket én nagyon szeretem, úgyhogy ha most elfogyott a bőrradírom, most már nagyon hamar el fog fogyni, őt be fogom aktiválni, és majd meglátjuk, hogy mit csinál. Hát reméljük, hogy jó lesz. Kihasználtam természetesen a DAV kuponjaimat, mert nagyon szeretem, vettem egy ilyen finom body lotion-t, illetve a klasszikus originál dezodort, és egy, ezt még nem próbáltam ki, úgyhogy ez a másik, amit vettem. Azért a pasikra is gondoljunk, úgyhogy Ferike kapott egy Extreme Man dezodor, illetve egy fasport tusfürdőt, és Ildike, meg a kedvenc, nem használok nagyon dezodor, de ezt az illatot imádom, úgyhogy kettőt meg is vettem belőle, mert én ezt nagyon-nagyon szeretem magamra fújkálni. Az az igazság, hogy itt vége is van a történetnek, mert ezt a hajsampont most nem kuponnal vettem. És nagyon szomorú vagyok, hogy a Glamour napok semmilyen kupont nem forgalmaz ennek a Schwarzkopf Biology termékcsaládnak a kicsit olcsóbb beszerzésére, se Müllerbe, se DM-be, se Rossmannba, sehol, se online. Úgyhogy nagyon várom, hogy esetleg a Joy napokon kijön valami kupon, mert azért ezek nagyon húzósak. Az egész termékcsaládot használom ebből, gyönyörű hajam lesz tőle, hetek óta csak ezt használom, a szériumjait, a mély ápoló hajpakolást, szóval mindent ebből, ami létezik. Jaj, hát majdnem kihagytam. Még a kuponnal vettem ezt a L'Oreal szemkörnyék ápoló ránctalanító szérumot. Én ezt nagyon szeretem. Ennek van egy nagyon érdekes ilyen applikátora, ilyen fémes, és tulajdonképpen így hűsíti a szem alatti részt. Nagyon-nagyon klassz. Múltkor is vettem, és most is megvettem. Szóval ő még jött kuponnal, kuponkedvezménye. Ő sajnos nem tudott jönni azzal. Nagyon sajnálom, hogy a kedvenceim, az Alverde termékek sincsenek fönn a kupon sorozatba. Semmelyik termékre nem vonatkoznak, de hát ezt muszáj volt megvenni, ezt a szemspilát, mert ez nagyon jó.
és nagyon szeretem a Bollea termékeket. Ezzel voltak szinte napi szinten használom ezt a hidratáló szérumot, úgyhogy ő is jött velem. Hát ezek már nem olyan lényegesek, szóval ők lettek volna a DMS szerzeményeim. Én úgy gondolom, hogy nagyon jókat vettem, nagyon okosan, nagyon-nagyon betartottam azt idén, hogy csak azért, mert van rá kuponom, bedobálom a kosárba, szóval ezt nem. Elhatároztam, hogy mikre van szükségem, miket szeretnék úgymond egy kicsit betárolni, már előre is gondolkoztam, hogy majd legyen itthon, hogyha elfogy, úgyhogy hasonló jókat kívánok nektek is, hasonló klassz vásárlásokat, remélem tetszett a videó, remélem kaptatok egy kis ötletet, hogy mit érdemes venni, vagy mi az, ami jó, amit én már használok, és tudom nektek jó szívvel ajánlani. Ezeknek a termékeknek a 85%-át igen, tudom, mert már használtam, és nagyon szeretem őket. Legyen szép napotok, jó vásárlás, sziasztok!